Jaj azoknak, akik a védket hazugság kötelein vonják, és a bűnt, mint a szekeret köteléken. Tehát egyértelmű, hogy a bűnnek van köteléke, és bele, hozzá, köti, hozzá kötődik az embernek a személyiségéhez. És olyan a bűn az emberben, mint a szekér mintha az ember szekeret húzna. Illetve szekeret húzna, mert ez egy szellemi szekér. És természetesen minél több időt tölt el az ember a földön, ebből a szekérből, a fából vas szekér lesz. És egyre erősebb, nagyobb rakomány lesz. És képzeljétek el, nem tudom, kipróbált meg, ugye vannak ilyen erőversenyek, ilyen szekérhúzások, meg kamionhúzások. Ma már ugye úgy, úgy nem szekeret írna a profét, hanem kamiont. Mert valóban olyan sok bűne van az embereknek, hogy kamionként húzzák maguk után. Vontató kötéllel, így is van fordítva, hogy vonó kötéllel vonja, húzza maga után. Figyelj ide! amikor az ember egész életébe egy kamion vonzol maga után, se éjjel, se nappal nincs, nem tudja lekapcsolni magáról. Hát mi fog történni azzal az emberrel, a lelkével, a testével? Hát előbb-utóbb összeroppan, nem? Hát és ez rengeteg embernek, a betegségének, a nyomorúságának és a bajának az okozója. Hogy értsétek meg, hogy van egy olyan megváltónk, akik ettel a köteleket el tudja vágni. És a kamionodat <laughs> bele tudja dobni a fekete tengerbe, a víz alá, hogy eltűnjön. És mennyivel más úgy élni, hogy nem egy ilyen megrakott szekered vonsz magad után, és nem kíséri egy hatalmas nagy sötét rakomány a pályádat. Ugye művészek is igyekeztek ezeket ábrázolni. Van egy csodálatos festmény, hogy jön a festő a mezőről be, és akkor így hajol előre a, a, a festménye, a tábla, amilyen fest, az ott van a hóna alatt. Hajol előre. De miért hajol előre? Oda ez van egy nagy árnyék. A festőnek az árnyéka. Hogy tulajdonképpen rájött, hogy az embernek a múltja ilyen. Hogyha tele van bűnnel, ezt így húzza az ember a bűnt maga után. Mint ahogy a nem hagyja el az embert az árnyéka, ugyanúgy az embert nem hagyja el a múltja. Én pedig szeretnék a múlttól szabadulni. De még attól a múlttól is, amiben jó van, mint ahogy Pálapostól mondja, hogy mindent hátam mögé vetni. Hogy valami valamiféleképpen elérjem, a, a, az igazaknak a föltámadását, és részesülhessek, részesülhessek benne. Tehát ezért Pál Lapostól azt mondja a múltat. Nem, egy keresztény nem a múltnak él, hanem előre dől, célegyenest az igazak föltámadásában való részvétel az elhívásunknak a végcélja, hogy az öröké valóságot és a halhatatlanságot el tudjuk nyerni. Ez neki kell dőlni. De egy kamion van rátködve, és azt kell húznod, és tele van a legsötétebb mérgező anyagokkal, nukleáris anyagokkal, fertőző anyagokkal. Hát előbb-utóbb kélek valamelyik kanyarnál, vagy, vagy sávváltásnál ki fogsz dőlni. Ezért kérlek az Úr Jézus Kisztus nevében, ne kövesd ezt a úgymond divathullámot, amely el akarja hitetni a keresztényekkel, hogy a kegyelem és a bűn együtt ez úgy elfogadható Isten előtt? Nem. A kegyelemnek a megőrzésének a titka az igazságba való járás. A törvény és a kegye, evangélium között tényleg nagy különbség van, mert a, 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 a törvény nem igazít meg, a törvény nem közvetít kegyelmet, de az evangélium kegyelmet közvetít, megigazít. De viszont fontos a törvényről tudnod, hogy igaz, szent, jó és szellemi. Tehát igaz, jó, szent, szellemi. Tehát az igazságnak a való járás az a törvénynek a betöltését is jelenti. Jézus se tudta volna megőrizni az igazságát, ha nem töltötte volna be törvényt. De betöltötte a törvényt, ezért az igazsága megmaradt és a feltámadás ez ékesen bizonyította, illetve a Szent illetve a kiáradása is bizonyítja, hogy a názati Jézus Krisztus a törvényt megtartotta. Újra mondom, hogy az újjászületés arról szól, hogy Krisztusnak ebből a bűntelen természetéből részesülünk, és ennek a fejlődése, növekedése bennünk el fogja er érni azt, hogy nem csak az igaz állapotba kerülünk, hanem igazságot is cselekszünk.